gratulálok neked is a győzelemhez, ugyancsak a második félidő közepetáján álltál be, de hát sorsdöntő momentumod volt, hogy emlékszel vissza arra a 11-es előtti szituációra. Először is köszönöm. Hát úgy emlékszem vissza, hogy ha jól emlékszem, akkor Mundi Roland beívelte, a védő kirúgta, rosszul találta, átvettem mellel, én sem vettem át olyan nagyon jól, kitoltam egyet és a gyerek térmagasságba elrúgott, jogos büntető szerintem. Utána már csak az volt a feladat, hogy tartsátok az előnyt, ez mennyire volt nehéz? Hát igen, a végén nagyon nyomott a Vác, de bíztam a csapatba, bíztam a védelembe, hál' Istennek el tudtuk hozni a 3 pontot. Szapor Gábor milyen utasításokkal küldött a pályára téged? Hát úgy küldött, hogy tartsam a szélét, próbáljam meghúzni a végét, a belőbölt labdákat húzom meg és adjam be. Hát néha voltak ilyen labdák, néha nem. Örülök a győzelemnek végül is. Hogy látod, milyen most a csapat, mennyit sikerült fejlődnetek ez alatt az őszi szezon alatt? Hát én azt mondom, hogy ahhoz képest, amit elkezdtünk, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk, és szerintem MB2-ben az egyik legerősebb csapat. Megérdemelten vagyunk itt az élén. Szerdán jön a Békés Csaba elleni kupa meccs, ugyan előnnyel várjátok, de gondolom, hogy ott is győzelemre fogtok játszani. Persze mindenféleképpen meg kell nyerni a mérkőzést. Azért, hogyha a kupába is tovább jutunk, tudjuk tartani az élt is. Én nagyon bízom a csapatba, és szerintem szerda, hogyha így játszunk, akkor meg lesz a győzelem. Így legyen, köszönjük szépen.